Oké, semmi. A shotgun, nem kéne shotgunnal menni. A shotgunt ott csak a shotgun vágja. És azt tudja, hogy van lezárva. Csak ez lesz a kórház esetleg, nem? Igen, valahol éreztem. Akkor szóval itt nem lesznek gondok. Zsír. Storage. Hát ez aztán sokra megyek így a... Seggen kb. Kitolom a kartondobozokkal. De még arra, annak sem jön, mert túl kemény. Alex? Nem úgy sem legyen. Jó, meddig itt van. A combine és zombik, nagyszerű. Egyszerre két ellenfél. De legalább a kilátása lett találva. És szóval setkebben mennyit tökölnek. És még engem lőnek, hát. Tehát a setkebben már legkevesebb. Viszont a kiáltás nekem egész tetszetős volt egyébként, ha jól nézem. Ja. Na, nem tudom megállni, akartam dobozon. Ne idegeljetek már ki, mert sikítani fogok. Nem. Belefolytam a dobozba. Ja, ennyit látni nagyjából. Panelházas feeling és kilátás egyébként megvan, tehát az perfect. Úgyhogy ja. Shotgun lőszer. Csak az most kicsit úgy... Na, ne már! Csak neki van ilyen, nem is, nem? Tehát csinálj meg ki a köcsögöt. Ennyi volt. Ja, jó, hát akkor ezt nem folytatjuk, nem csináljuk újra. Oké, 88-ra megúsztam, és akkor még örülhetek, hogy csak ennyit vesztettem. Ó, az igen. Na ezt már vezem káosznak, az Isten itt már. Nem lesz ez könnyű. Vagy még az is lő, hát nem igaz. Tehát ő kell legyőznem egyszerre a zombikat, meg az itteniaket, hogy közben még az is lő hátulról. Jó van. Ott ne legyen zombi. Nincs. Jó van. Hiszen van radiátor. Mondom, a vér már nem fog vízé válni. Na végre, most már normálisan is tudtam használni. Így. Ott az a medikit is még jól jön. Ugye? Vagy mi volt itt? Az, talán. Jaj, már érzem, hogy mi lesz ebből. Aha. Szarra fogjak az egész branch, egész szart lőni. Most komolyan? Ez egy kórház teteje? Ne idegeljetek már ki. Legalább van mivel szétlőni. Eddig is volt mivel eszélyt jelent rám. De csak most így csak a részségek keresztül látok. És addig szarrá lőzik mindent. Aha. Itt
Kettő is nem kiálltuk, mint a szép lábat. Ájjaj. Jó, van itt az ős látom. De hoppá, megvagy te szar! Most azért milyen epik, hogy innen érted egy szétrohadó épület második emeletén, nem is a legfelső tetőtérben, hanem az egyen alatt a lévőből lövök ki egyet, és az robbantja fel az égen repülő kis szart. Na, mész a francba hát. Mondjuk az állató volt azért, igen, tehát nem hagyják magad olyan könnyen. És akkor ennyi volt elvileg. Na, kuci, kuci, faszapó, meg vagy. Ah, nem á! Jó, ennyi. És pont ide, ne! Ah. De. Pont ide. Dögölját meg, az nem volt megskriptelve. Ja, hát egy hőkövető rakétával egyébként ki nem. Hogy a föltűzős picsába nem áll? És meglepően fényves hangi van ott képest a biomechanikus szar. Ja, hát még a propellere is ilyen szitakötős. Wow. Tehát nem ilyen szilárd. Akárnyán tényleg úgy néz ki, mint a legyeknek a áttetsző szárnya. Hártyás. Na, jó van. Csak poén kedvéért. Nem szorakodok az életemmel. Ő is látjátok, hogy hogyan járt. Wow. Azt nem mondta, hogy jön még, mert ide húgyozok. Nem, hát inkább a közök. Na most ez a legkevesebb, ugye? Ezt értitek. Nem. Jó. Haladunk egyébként. Hát azért volt egyébként. Ha végig között, ha igaza volt, nem most akkor ő fog sőt és az plastikát végrehajtani. Pardon, ő is. Nem jó. Egyébként el nem tudjátok... Ohohohoho, valahogy azt éreztem. El nem tudjátok kézdeni, milyen kielégítő dolog. Tárgyak azt széttörni a zombik testén, még hogyha túl is élik. Egy értetlen feszültségre levezető dolog. Nem volt ez rossz, nem volt rossz ugyanaz szék. Na. Ugyanaz székkel se volt ilyen rossz. Na, ja. Na végre, most már tudom haszát is menni, kár, hogy ennyire precízen kell célozni vele. Így, most már végre. Végre. Visszatértem. Mindig ilyen is van. Mondjuk ő jelenti, el nem ér másokat. A radiátor meg itt kéne lennie. Hol van a radiátor? Ott van. Aha. Van egy tévés, akkor már kapjuk fel azt is, ne hagyjam már. Majd pont én nem fogok itt gravitigánnal dobálózni, persze. Az mi volt? Jaj, de jó, ilyen kis... Nem kis. De ez viszont ez tényleg oda fog baszni. Klasszikus 90-es évek CRT monitorai. Láttátok, milyen messziről kicsináltam? Hé, várj egy percet. Pillanat. HEX! Klasszikus. Geriz majd idiot box. Boom boom motherfucker!
Jaj, de jó, ez a kedvenc a játékban. Hát kreativitásban nem a legnagyobb egyébként, tehát jó, nyilván nem volt előtt a kórház. Úgy, kettőt egy csapásra. Jaj, azt nem láttam. Nagyon tiszta a terep már. Nem, nem tiszta a terep, nem tiszta. Nem tiszta, nagyon nem tiszta. Mélek zombi egyébként, vagy csak egy mélek hatikrab? Nem láttam. Hát! Na most már, hetkövet mondtam a hex helyett. Az dicséretes. Ugye az elmennyezőből jöttek ki. Az se rossz. Jó van. Na, az zene viszont tökéletesen passzol ide. Csak így megjegyzem. Úgy. Az mi volt már? Jó. Ezen a vége. Akkor most erre kéne menni. De monitort viszem, mert az viszont az... az klasszikus. HEX! Na jó, így nem kéne ültözni, mert kiadszik a folyosóra is. Hoppá. Ott is vannak még. Hát legyenek. HEX! Ja, már nem volt kit. Ez egyébként Gerizmódban volt a legnagyobb móka, amikor eltöltöttem azt az addont, amivel lehetett csinálni azt, hogyha ütközés volt, akkor lett ragdolos csak a tárgy. Addig meg szilárd. Aztán a Cinematizban valami jól nézett ki. És egyébként az is tényleg a Gerizmód idiot boxból volt, maradt meg. Amikor ezt a X-es izét átvitték egy másik jelenetbe. Hoppá. Ó, még több monitor. Meg egy gépház, klasszikus gépház. HEX! HEX! Az ott a gép volt, ugye? Hát nem egészen, ez egy egész masszív gép volt. Nem csak egy olyan kis... gép. Közben klasszikus alatt nyilván a 90-es éveket értettem, csak az már nem fért ki. Ilyenekkel játszottuk még annól a Doom-ot. Hát jó, mondjuk azt nem mondanám, hogy én melyen 2003-ban játszottam a Doom-ot. Akkor már az enyhészkorba is voltak. Na, mélyek zombi, pont. Rá kellett várni. Várj egy percet. Az nagyon ninjás volt. HEX! Hát nem mellé lőlek, nem igaz ember. Aha! Nem jó, nem jó, nem jó! HEX! Hol vagy? Úgy. Na ez az igazi hex. A hex életérzés. Hú, de elvesztem most ezt a kis dobálózást, komolyan mondom. Hihetetlen jó volt. Na, itt kijön még. Várj, kitalálom, mint Antlionnak. Ja, várj, most akkor radiátort küldjem, vagy a monitort. Hát, radiátor biztosan. Monitort, ha megtalálom. Ja, ott van egy. Jaj, ja nem, az be van törve. Én másodban azt hiszem, hogy akkor most kell menni majd az Antlionnak fészkébe. Na ne, ne, ne. Jó? Jó, 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 persze, persze. Jó, most ide lelőd nekem? Hát gratulálok. Viszont a radiátornak annyi. Nem találom. De ott van, jó van, hála jó Istennek. Viszont akkor most tuszkálni kell, majd gondolom. És megint magamra maradok. Azok a hangok nem tetszenek. Á, meg vagy! Hú, ez szoros volt. Ó, az ott nem, nagyon nem jó helyre ment. Jó, nagyszerű. Radiátornak szerintem annyi. De a Bannek lövföldjére elérkeztem végre. Nem mondom, hogy nagyon akartam. Nagyon megcéloztam volna, de hát... van ilyen is, na.
Hát meg a radiátorom. És megette, hát nem hiszem, nem megette meg, mondom, az baszott volna be. De egy ennyi ellátmány, amit kezdjön az ember, kész. Ja, jó, azt nem kellett volna. Bár... Vagyis valahol kellett szerintem. Arra be lehet kapcsolni. A radiátorom elengeded. Az az enyém, és csak is az enyém. Ja, na, na igen, ezért nem kellett volna ugye benhagyni az áramot. Jó van. Nem fog tovább, nem fog tudni tovább menni a radiátorral, attól félek. Na most melyik? Ah. Jó. Hát még így is könnyebb volt. Ja, értem! Ó, ti kis csúnyi szarháziak. Nem mondom, mi a pálya. Ez árammal megy. Az áram ott van. Itt meg víz van. Úgyhogy lehet sejteni a következményeket, tehát nem igaz. Jó, legalább kis csönd van. Ezt én valahogy megoldom. És utána akkor megállunk szerintem. Na most ilyen látok, ezt nem kéne viszont. És nem tudom, hogy nyomhatnék át. Pont ott megy az áram, ugye? Azt a kerülőt meg kell tenni valahogy, csak... Hát na, van egy kis csíp, igen. Nem annyira erősen, de csíp. Ja, jó van, tudom már. Áramot ki. Ezt a szar kell bevinni ide, ugye a Water Hazardban ezzel csináltuk meg az egész emelkedőjét, vagy mi az, nem emelkedőjét, hanem de emelkedőjét, alátámasztását a légpárnás járműnek. Jó, mondjuk ez sem segít sokat, hogy őszinte legyek veletek. Na, mindegy, azt mondom, ezt nem vállaljuk be. De. Jó. Ez elég húzós lesz így. És merültem most így. Már nem tudom mivel. Hogy oda kéne esetleg? Aha, megvan. Csak ezek még itt vannak. Hát feltámadnak, vagy mi van ilyenkor? Lehet, hogy egyébként akkor több segítséget nyújtanának. De nem kell az nekem. De az mi volt? Hogy két és sárm alatt van? Most az ne legyen. Jó. Na, jó, igen, ezt elfelejtettem, ez én hibám volt. Ajaj, húzós, nagyon húzós. Így. Impulzus töltet, a picsámat kezdjek én azzal. Így azt is átjárja a szeretet. Akkor tényleg csak észre kéne. Ah, hát ez sem volt könnyű. Megcsináltuk. Hú, wow! Hát, wow, tényleg, ez nem volt semmi.
És pont azt adja, amit kell nekem, egyszerű. Jó van, hát a radiátor az lemarad. Attól félek, de én nem. Hol vagy? Ja, aha, jó. Vagy nem? Ja, hol voltál? Mindegy. Just go on. Valamelyik töltés részt kéne megállni. Az! Anyád ne sirasson! Kész lepratony az egész ott odalent. Hoppá, van ilyen is, nagyszerű. Akkor nem is van nagy baj. Az azt mondja, megdöglött. De így legalább kevésbé nagy baj. Ahahahaha! Nem. Itt egy rakéta volt csak. Hát idézőjelben csak. Újra aknákok, amiket így is, így sem használtam soha. Jégni nem akaró doboz. Nem. Most el lehet felejteni. Hoppá! Nem mondom, most egyébként kéne a radiátor, vagy valami hasonló. Jó, hogy felrobbant az összes akna egyben, hát gratulálok. De elszabadultam nagyon. Már itt összeviszonyokodok minden szart. Hogy előttem arrébb. Jó, akkor viszont én tovább megyek részemről. Ja. És szerintem elég is ebből következően. Következő töltéses pontig kéne vinni, és akkor onnan folytatjuk, majd csak nem tudom előre az mikor lesz. Jaj, de jó, újra van Hex! Hoppa. Hát első az a pikorház. Ja, jó van. De nem baj. Mi? Nem tetszenek ezek a hangok nekem. Lövegtornyok? Azok hát. Akkor én észre itt állnék meg szerintem. Ja, innen folytatjuk majd később.